Sziasztok! Ezúttal Herceg Ferenc az Élet kapuja című kisregényét fogjuk elemezni. Mint az bizonyára tudjátok, Herceg Ferenc nem régóta, a Nemzeti Alaptanterv legutóbbi változtatása óta része az érettségin kötelező szerzőknek. Ez annak idején elég nagy felzúdulást váltott ki, ebben nem mennék bele részletesen. A lényeg az, hogy egy év szól igazából Herceg Ferenc mellett az, hogy a maga korában nagyon népszerű volt, tulajdonképpen a legolvasottabb magyar szerző volt egy adott korszakban, konkrétan a Horthy korszakban, viszont majd, ahogyan ez a kisregénye is mutatja, művészi színvonala az messze nem éri el azoknak a szerzőknek a szintjét, akik kötelező szerzőként szerepelnek az érettségi követelmények között. De ez benneteket nem kell, hogy érdekeljen, most 2024-ben Herceg Ferenc kötelező szerző, ezért nézzük meg az egyik leghíresebb művének az elemzését. Fun fact, emiatt ezért a regényért háromszor próbálták Nobel-díjra jelölni Herceg Ferencet, de nem kapta meg, és ez talán nem is véletlen. Na de most már nem akarom szegény Herceg Ferencet tovább szapulni. Nézzük magát a szöveget. Ugye ha járatosak vagytok a csatornán, és láttátok már a novella elemzés 101 című videót, ha még nem láttátok, akkor nézzétek meg, akkor abban van fölvázolva az a szisztéma, ami alapján én minden epikus mű elemzését végigviszem. Itt tulajdonképpen három kérdésre dedukálható minden epikus műnek az elemzése. Az egyik az, hogy mi a történet, mi a sztori, a második az, hogy hogyan van ez a történet elmesélve, és a harmadik pedig az, hogy mit mond a világról nekünk ez az egész szöveg. Na, ezúttal is ezeket a szempontokat fogom érvényesíteni, vágjunk is bele. Nézzük először, hogy mi a sztori. Maga a sztori egyébként eléggé izgalmas, tehát egy nagyon izgalmas alapszituációból bontakozik ki a regény cselekménye. És tulajdonképpen két szálon futnak itt a történések. Van egy közéleti, vagy ha úgy tetszik, egy politikai szál, mégpedig az, ahogyan Bakócz Tamás, az esztergomi érsek Rómába érkezvén, ugye már nagyon gyengelkedik a regnáló pápa II. Gyula, és Rómába érkezve azon dolgozik, hogy ő ülhessen a pápai trónra. Tehát magyarul Bakócz Tamás megpróbál pápa lenni, de ez nem csak egy öncélú politikai cél, hanem mivel Magyarországon egyre inkább erősödik a török támadásnak a nyomása, azért akar ő elsősorban pápa lenni, hogy valamiféle szövetséget hozzon létre Magyarország érdekében, tulajdonképpen egy keresztes hadjáratot szeretne indítani ő a török ellen. Tehát ez a cél vezérli, amikor pápa akar lenni. A másik szál pedig egy magánéleti szál, ugyanis ott van vele Rómában az ő unokaöccse, Vértesi Tamás, aki pedig beleszeret egy római kurtizánba, és akaratlanul is kiszolgáltatja a saját nagybátyját, elárulja az ő terveit, és ezáltal kudarcot vall Bakócz Tamás. Tehát ezáltal is. Tulajdonképpen valószínűleg Vértesi Tamás nélkül is kudarcba fulladna ez a történet, de az a lényeg, hogy itt két szál van, egy közéleti politikai és egy magánéleti szál. Ez a magánéleti szál egyébként teljesen fikció, a másik az, hogy Bakócz Tamás valóban nagyon közel került a pápasághoz, az egy történelmi tény. Tehát ilyen módon keveredik két szál a regényben, és mint mondtam, önmagában ez egy nagyon izgalmas kiinduló pont. Na nézzük a szereplőket, itt most csak a legfontosabb szereplőket említem. Ugye az egyik főszereplő maga Bakócz Tamás, aki egy történelmi személy. A regény cselekményének az idején már 70 éves körül van, tehát már egy idős férfi, de egy nagyon-nagyon életerős, nagyon energikus, ambiciózus és tulajdonképpen gátlástalan férfi. És azt úgy lehetne nagyon röviden összefoglalni, hogy Bakócznak a céljai azok jók, hiszen ő Magyarországot szeretné megmenteni, a módszerei viszont nagyon nem jók, hiszen tulajdonképpen a korrupció, a megvesztegetés eszközével szeretnő pápa lenni, tehát egyenként próbálja az összes pápa választó bíborost megnyerni a maga céljai számára, mégpedig úgy, hogy tulajdonképpen magyarországi birtokokat, rengeteg pénzt ajánl föl nekik cserébe. És hát ez nem egy etikus módja a pápává válásnak. De mint mondtam, Bakócz Tamás egy történelmi személy, ő valóban élt, és az az érdekes még az ő karrierjében, hogy ő alulról jött. Tehát tulajdonképpen ő egy jobbágyi sorból az egyházi, a papi pályafutás segítségével felemelkedett személy, aki aztán hatalmas vagyonra, nagyon magas társadalmi státuszra tett szert,
és egyébként nagyon komoly műveltséggel is bírt, tehát Itáliában tanult, tehát a kor viszonyainak megfelelően a leg up-to-date-ebb műveltséggel bírt, és Mátyás udvarában kezdte a politikai karrierét, ahol Mátyás egyik legnagyobb tanácsadója volt, de töriből nyilván tanultatok róla, ebben most nem menjünk bele részletesebben, de egy izgalmas figura egyébként önmagában Bakócz. Aztán a másik szereplő Vértesi Tamás, aki az ő unokaöccse, ő egy fiatal, nagyon helyes, nagyon vonzó, de nagyon naív fiatalember, akit hát nem a képességei tettek oda, ahol van, hanem a születése, tehát azért lehet ott, mert ő Bakócz Tamásnak. Az unokaöccse, aki nagyon beleszeret ebbe a kurtizánba, vagy mi a kurtizán, arról már mindjárt beszélek egy kicsit, de alapvetően egy szimpatikus szereplő, tehát egy helyes fiatal ember. Aztán fontos szereplő még a regényben második Gyula pápa, aki nagyjából Bakóccal egyidős, viszont még Bakócz egy életerős, energikus férfi, második Gyula már betegeskedik, tulajdonképpen már kifelé megy az életből, és azon munkálkodik, hogy olyan Rómát hagyjon maga után, amilyet szeretne, és meg is hal a regénynek a vége felé, és hát lelövöm a poént, nem Bakócz Tamás lesz a pápa, hanem Giovanni Medici lesz majd az új pápa, 10. Leó néven. Egyébként második Gyula még onnan lehet érdekes, hogy amit ma Rómában reneszánsz építészetként, meg reneszánsz művészetként ismerünk, annak nagyon nagy része már az ő nevéhez is köthető, illetve amikor a regény játszódik, az az érett római reneszánsznak a kezdete. Na de azt akarom kinyögni, hogy Michelangelónak az a nagyon híres szobra, ami Mózest ábrázolja, az ugye második Gyula síremlékén található, ha emlékeztek rá, az a nagyon szépen kidolgozott testű Mózes a kis szarvakkal a fején, az érett reneszánsz az egyik leghíresebb alkotása, az második Gyula síremlékéhez készült. Na és fontos szereplő még a regényben Fiametta, aki egy kurtizán. Maga ez a kurtizán szó, ez egy érdekes szó, manapság már egyszerűen prostituáltat értünk alatta, ha azt mondjuk valakire, hogy egy kurtizán, de azért régen ez ennél egy picit összetettebb jelentésű volt. Eredetileg egyébként ilyen udvaronc hölgyet jelentett, aki sokszor egyben a királynak, vagy valamilyen előkelőségnek a szeretője volt. A regény világában Fiametta tulajdonképpen egy nagyon művelt, tulajdonképpen nagyon független nő, akit eltart, kitart egy gazdag kereskedő, teljes luxusban él, de mégis érdekes módon van valamiféle presztízse Róma társadalmában. Tehát tulajdonképpen, ha szó szerint veszük, prostituált, hiszen pénzért él együtt egy férfival, de tulajdonképpen kihozza ebből az életformából a maximumot, ha úgy tetszik. Na és ő az, akibe beleszeret Vértesi Tamás, és mint kiderül, bár ez is ilyen furán van megírva a regényben, valószínűleg Fiametta is beleszeret ebbe a fiúba, de nem lehetnek végül egymáséi, hiszen ebben a pápa választási történetben az ellentétes oldalon állnak, mint kiderül, tehát az ő szerelmük az nem teljesedhet be, és nem találja meg Fiametta az igaz szerelmet. De egyébként mellékszereplőként még a korabeli reneszánsz kultúra legnagyobb figurái is ott vannak, a négy Tini Ninja teknőcből három, Michelangelo, Leonardo és Raffaello is szerepel mellékszereplőként a regényben, de szerepel például Machiavelli is egy ilyen összejövetelen. Szóval egy ilyen nagyon érdekes, nagyon színes római világ jelenik meg a regényben. Na, ha a téridő viszonyokat nézzük, akkor nagyon pontosan behatárolható helyen és időben játszódik a történet, a helyszín Róma, mégpedig 1512-13-ban járunk, ami egy nagyon izgalmas időszak, ahogyan azt mondtam, és nagyon élesen szembeállítódik Magyarország és Róma egymással, vagy a Vatikán egymással. Ugye Magyarországon ez egy nagyon nehéz időszak, ugye már egyre erősebb a török támadása, egy gyenge király, második Ulászló ül az ország élén, tehát tulajdonképpen a káosznak az előszobájában vagyunk, megosztottság jellemzi az országot, teljesen védtelen a török támadás ellen, és Bakócz ezzel a helyzettel próbál valamit kezdeni, miközben Rómában a reneszánsz, az érett reneszánsz kezdetén vagyunk, tehát virágzik a művészet,
most már az antik és a keresztény kultúra teljesen jól megfér egymás mellett, a gazdagság, topzódás az élvezetekben, tehát egy nagyon-nagyon izgalmas időszak ez Róma életében, és tulajdonképpen az a Róma, amit manapság ismerünk, tehát ha elmentek Rómába, vagytok olyan szerencsések, hogy elmentek Rómába és körülnéztek, na az a Róma, amit most láttok, az nagyon nagy részt ebben az időszakban épült fel. Például a Szent Péter katedrális is éppen épül már, még a kupolája nincs meg, de már zajlanak az építkezések. Szóval egy nagyon ellentétes helyzetben van a két ország. A római helyszínek egyébként nagyon pontosan megadott valós helyszínek, és természetesen szimbolikus helyszín a kapu, mégpedig Rómának az egyik kapuja, aminek az a neve, hogy Porta del Popolo, ez azt jelenti, hogy a nép kapuja, vagy az emberek kapuja. Ugye a történet elején ezen keresztül vonul be hatalmas csinadrattával, nagyon nagy gazdagsággal Bakócz Tamás, az esztergomi érsek, a pápai trón várományosa, és a történet végén pedig ezen a kapun vonul ki, sokkal kisebb csinadrattával, tulajdonképpen kvázi vert seregként Bakócz és az ő slepje. Tehát ez egy nagyon fontos helyszín a regényben, a kapu. Tehát a kapu az egyszerűen egy szimbolikus dolog is, majd látni fogjuk, hiszen Magyarország sorsának a kapuja Bakócz látogatása, tehát sok szempontból ezen múlik, hogy mi lesz Magyarországnak a sorsa, hogy ellen tud állni a töröknek, vagy pedig török megszállás vár rá. Tehát a Magyarország boldogságának a kapujában van, ha úgy tetszik, ez többször is előkerül ez a gondolat. Ugye Vértesi Tamás, aki egy fiatal srác, ma úgy mondanánk, ő tulajdonképpen a felnőtt kornak a kapujában van, akkor második Gyula pápa, ő a halál kapujában van, és aztán át is megy ezen a kapun, hiszen meghal. Fiametta előtt megjelenik a lehetőség, hogy egy igazán boldog szerelmi kapcsolata legyen, tehát ő a boldogság kapujában van, de aztán ő nem tud rajta átmenni. Tehát egyszerre egy ilyen nagyon-nagyon szimbolikus helyszín a kapu, de van egy szó szerinti kapu is a regényben, ami fontos helyszínné válik. Jó. Tehát nagyjából ennyit a történetről, a szereplőkről és a helyszínről. Tehát nagyon-nagyon röviden a sztori. Bakócz Tamás Rómába megy, hogy pápa legyen, megpróbálja megnyerni a pápa választó bíborosokat, de végül alul marad, és nem ő lesz a pápa, hanem egy született olasz, egy Medici lesz a pápa. Vértesi Tamás pedig beleszeret Fiamettába, de nem lehetnek egymásé. Egyszerűen ez a lényeg. Tehát maga mondom, a sztori, az alaphelyzet az nagyon izgalmas. Maga a narráció az, ami már szerintem kevésbé sikerült. Ha a narrátor személyét nézzük, tehát a történetmesélő személyét, akkor alapvetően egy mindentudó narrátorról van szó, hiszen belelát a szereplők fejébe, leírja a gondolataikat, a motivációikat, de időnként egy picit zavarossá válik ez az elbeszélő nézőpont, hiszen időnként behozza például a történeti írókat, de ez nem ilyen izgi módon lesz zavaros, hanem kicsit ilyen kidolgozatlannak tűnik. Tehát nagyon röviden összefoglalva, nekem olyan volt, amikor olvastam ezt a regényt, mintha a narrátor nem tudná eldönteni, hogy ő most egy szemtanú, vagy pedig egy történetíró. És az a baj, hogy ezekre nem is reflektál, mert ez önmagában nem lenne hiba, hogyha ilyen érdekes módon mozgatná ezt a két nézőpontot, de ez nem érdekes módon van mozgatva, hanem össze van kavarodva. És ami a narrációt illeti, az pedig sokkal inkább hasonlít egy drámára, mint egy regényre, tehát kifejezetten ilyen nagyon drámai jelenetezése van a regénynek. Lehet, hogyha dráma formában próbálja ezt megírni Herczeg Ferenc, akkor egy kicsit jobban sikerül. Igaz, akkor ki kellett volna hagynia azt a nagy bevonulási, meg kivonulási jelenetet, ami viszont fontos része a regénynek. Tehát sokkal inkább hasonlít egy drámára, nagyon feszült jelenetekből építkezik a cselekmény, nagyrészt párbeszédekből, dialógusokból bontakozik ki az, hogy mi történt. És ugyanakkor szerintem ez is egy gyengeség a regénynek, hogy nincsenek igazán jól kidolgozott karakterek. Tehát látunk belső monológokat, vannak
motivációk, tehát belelátunk a szereplők fejébe, de mégis olyan az egész regény, mint hogyha egy a történelemkönyvből így lejöttek volna a szereplők, és így elmondanák azokat a mondatokat, amik a történelemkönyvben vannak. Tehát ilyen bábuszerűek a szereplők, nem elevenek, nem olyanok, mint hogyha közülünk lévő emberek lennének. És nyelvileg is nagyon fura nekem ez a regény, tehát időnként vannak benne kifejezetten jó aforizma-szerű mondatok, de időnként pedig ilyen nagyon darabos, nagyon szájbarágós. Ennek lehet, hogy van köze ahhoz, nem biztos, de lehet, hogy van köze ahhoz, hogy Herczeg Ferencnek nem a magyar volt az anyanyelve egyébként, ő egy délvidéki sváb családban született, egy sváb polgári családban született, de csak az iskolában 11 néhány évesen tanult meg magyarul. Viszont, ami Herczeg Ferenc sikerének az egyik kulcsa volt nagy valószínűséggel, hogy a kevésbé művelt olvasók számára is nagyon jól követhető a történet. Tehát tulajdonképpen kő egyszerű szöveg sok szempontból, van benne egy kis szerelem, vannak benne lovak, vannak benne tökös magyar legények, tehát az egész nagyon népszerű tudott lenni, és főleg van benne egy olyan nagy általános gondolat a magyar történelemről, amiről majd a végén fogok beszélni, ami nagyon rezonált korabeli olvasókkal. És érezhető egyébként a szövegen Mikszátnak meg Jókainak a hatása, de nemes egyszerűsége Herczeg Ferenc nem tudott olyan jól írni, mint Mikszát és Jókai. Szomorú, de igaz. Na, és akkor nézzük azt, ami a leglényegesebb szerintem az egész regénnyel kapcsolatban, hogy mi az egésznek az üzenete. Mit mond el a világról? És bizony azt lehet erről mondani, hogy nagyon erősen átpolitizált regény az élet kapuja. És itt jön be az a fogalom, a turániátok, aminek az egyik legfőbb hangoztatója maga Herczeg Ferenc volt. Talán hallottátok már ezt a kifejezést, hogy turániátok. Ez egy olyan gondolatkörre utal, ami valamikor a romantikában jelent meg, ugye amikor nagyon fontossá válik a nemzeti identitás, minden ország számára, de ráadásul Magyarország ugye akkor még nem egy önálló nemzetállam a romantika kezdetén. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon fontos kérdés lesz a nemzeti identitás. És akkor jelenik meg ez a gondolat, hogy a magyarok el vannak átkozva, tehát hogy ez a turáni átok, ami nagyjából, a turáni az azt jelenti, hogy ilyen belső ázsiai nomád népeket szoktuk turáni népeknek nevezni, és hogy valamikor valakik megátkozták a magyarságot, hogy mindig széthúzás, testvérharc legyen a sorsuk, és ezért nem tudnak a magyarok előre jutni. Ezért éri mindig annyi csapás a magyar népet. Van olyan forrás, amely szerint Árpád idején a pogányok átkozták meg a magyarságot. Van olyan feltételezés, hogy ez még korábbi, ez a magyarokat sújtó átok. Történelmi nyoma nincs egyébként ennek, tehát valószínűleg ez a romantika terméke ez a gondolat, de ennek ellenére egy nagyon-nagyon sokszor visszatérő gondolat az, még akár az aktuál politikában is, hogyha figyeltek ilyen szövegeket vagy híreket, hogy a magyarok el vannak átkozva, hogy a magyaroknak az a sorsa, hogy mindig széthúzzanak, soha nem fogunk jutni egyről a kettőre, stb. És ez nagyon erősen jelen van ebben a regényben. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon káros gondolat, mert hogy ez felhatalmaz mindenkit arra, hogy jó, akkor ne is akarjunk semmit elérni, mert úgysem fog sikerülni. És hogyha mondjuk körbenéztek Európában, akkor a magyar néphez hasonlóan sanyarú sorsú népek nagyon is ki tudtak törni a szegénységből, az elnyomottságból, elég csak az írekre gondolni, vagy a balti államokra, vagy a finnekre. Tehát szerintem ez egy butaság, ez a turáni átok, de ez az én magánvéleményem. És az a lényeg, hogy tulajdonképpen itt három idősíg vetítődik össze. Ugye egyrészt van a Mohácsot megelőző évek magyar történelme, amit megír Herczeg Ferenc egy olyan regényben, amely majd egy vesztes első világháború után fog megjelenni, még a trianoni békeszerződés előtt, ha jól tudom, de az lényeg, hogy egy vesztes háború után jelenik meg ez a regény, és nyilván nagyon rezonált az olvasók gondolataira ez, hogy hát igen, el vagyunk átkozva, ezért vesztettük el a háborút is nyilván. És ugye ebből a regényből csinálnak egy kötelező tananyagot a 21. századi Magyarországon, megint csak kifejezetten politikai célzattal. Tehát nagyon rányomja a politika a bélyegét erre a regényre. És mindezzel nem az a probléma, hogy a
politika vagy egy adott történelmi helyzet előkerül, hanem az, hogy ez a regény ez nem megérteni próbálja az adott történelmi helyzetnek a szereplőit, hanem a jelennek, a jelenben levonott következtetéseket vetíti vissza az időben, ami nem feltétlenül egy jó út. A történelmi regény önmagában egyébként egy nagyon izgalmas regénytípus, ugye a romantikában kezdett ez felfutni, és ugye a magyar irodalomban is Kemény Zsigmond például nagyon fontos történelmi regényeket vagy Móri Zsigmondnak is van az Erdély trilógiája, de ha igazán jó történelmi regényeket akartok olvasni, mert érdekel benneteket a történelem, a régi korok, akkor hát azt tudom mondani, hogy ne Herczeg Ferencet olvassatok, hanem olvassatok például Sienkiewiczet, aki egy lengyel szerző volt, és ő Herceggel ellentétben meg is kapta a Nobel-díjat egyébként, vagy két évvel az Életkapuja után jelenik meg Kosztolányi Dezsőnek a Néró a véres költő című regénye, ami ahogyan a címe is mutatja, az ókorban Néró idején játszódik. Tehát vannak sokkal izgalmasabb történelmi regények, vagy beleolvastok, nem tudom, Thomas Mannnak a József és testvéreibe. Tehát az igazán jó történelmi regény az, ami megérteni próbálja a szereplőket, ami emberszerűvé teszi a szereplőket, és nem szócsöveket csinál belőlük, mint Herczeg Ferenc. Igen. Hát nagyjából ennyit tudok Herczeg Ferencről elmondani. Remélem, hogy segít valamennyire ebben a érettségi vizsgaidőszakban, és aki vizsgázik, azoknak sok sikert kívánok. Sziasztok!